Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a mai képzésünkön, ami Wollér Röpsuli képzés és kreditszerző képzés egyben. Szeretnék sokkal gyakorlatiasabb lenni, mint az előző előadás, ezt már a lányoknak mondtam, de itt az én célom az, hogy egy kicsit gyakorlatban mutassak meg egy-két dolgot, de azért egy kis elméleti bevezető mindenképp kell. Ugye az előadásom címe valami olyasmi, hogy a mérkőzés játékok előkészítése kisjátékokkal. Ezt a fogalmat is érdemes picit tisztázni, hogy mi az a kisjáték. Ez tulajdonképpen a mérkőzés játékra hasonlító, annak bizonyos elemeivel foglalkozó, módosított szabályokkal végrehajtott játék. Ezt fogom én a mai napon egy picit részletezni, illetve az ezzel kapcsolatos filozófiámat megpróbálom nektek elmondani. Nagyon fontos, hogy szóról szóra sose higgyetek el mindent, amit mondok, de amit más előadó mond, az se. Ezeket mindig tovább kell gondolni, és át kell transformálni a saját nézőpontotokra, illetve hát arra a szituációra, amiben épp vagytok, mert nem mindig 12 gyerek lesz, nem mindig 38 gyerek lesz, tehát mindig más. De amit én tapasztaltam az utóbbi időben egy-egy U11-es versenyt látva, vagy akár manó versenyt látva, de akár a Röpsulit is említhetném, mert ott is voltam, hogy azt látom belépve a teremben, hogy gyerekek állnak a pályán ketten, hárman vagy épp négyen, van mellettük egy edző vagy egy testnevelő, indul a játék, és az edző meg a testnevelőn azt érzem, hogy valami olyasmit vár el a gyerektől ott abban a szituációban, amihez nem biztos, hogy felruházta őt a megfelelő fegyverekkel, eszközökkel. Próbálok mindig ilyen hasonlatokba gondolkodni, de néha ez ilyen bugyuta. De például egy egyszerű szöveges példa, hogy Pistikének van egy túrórudia, reggelire megette. Hány túrórudia maradt Pistikének? Ugye ez nagyon egyszerű szöveges példa. Igen ám, de mondjuk egy elsős gyerek vagy egy óvodás meg tudja oldani, aki nem tud olvasni? Nem. Tehát előbb eszközt kell adnunk a gyereknek, hogy tudjon utána vele harcolni, játszani, dolgozni. És sokszor azt látom, hogy állnak ott hárman, aki középen áll a hálónál, az összefogott kézzel, háttal áll a nyitónak, vagy éppen felemelt kézzel, szembe áll az ellenfél csapatával, és amikor átjön a túloldalra a labda, akkor is így áll, és szinte csak a fejét meri forgatni, nem forog, nem tudja, hogy mit is kell csinálni. Nagyon fontos, hogy ezeket nyilván szisztematikusan meg kell nekik tanítani. Abban is látom az egyik hibát, bár nem vagyok ott a testnevelés óráitokon, meg az edzéseiteken, meg az utóbbi időben én sem tartok már edzéseket, hogy sokszor a játék alatt a mérkőzés játékot preferáljátok. Tehát amikor megy a kis technikai képzés, és a végén azt mondjuk, hogy játék, akkor minden esetben, vagy az esetek túlnyomó részében mérkőzés játékot próbálunk ráerőltetni a gyerekre, holott nem biztos, hogy tudja. Tehát én arra biztatnék mindenkit, hogy merjünk más eszközökhöz folyamodni, és a Vazó előadásában is elhangzott valami ilyesmi, hogy talán sportág idegen, vagy nem merünk hozzá nyúlni, de én azt gondolom, hogy egy labda elkapás, vagy a labda leejtése a talajra, hogy pattanjon, lehet, hogy a röplabdában valóban ezt nem szabad, de én azt gondolom, hogy ez egy jó fejlesztő hatás, illetve ezáltal folyamatossá lehet tenni a játékot, illetve differenciálni lehet akár csapaton belül, mert mondhatom azt, hogy te mindig elkaphatod, vagy rájuk bízom, ha akarod, elkapod, ha akarod, nem kapod el. Ezekről fogunk egy picit most beszélni, miközben felépítem ezt a dolgot. Tehát fontos, hogy eszközt adjunk, tapasztalatot szerezzen a gyerek abban, hogy jön felém egy labda, hogyha az nagyon magas ívbe megy, jönnöm kell előre, hogyha laposabb ívbe megy a fejem fölött, hátra kell lépnem. Ez a tapasztalat. Mert ha megvan a tapasztalat, azután jön a döntés. És ez nagyon fontos, hogy döntések sorozatát kell végrehajtani
egy játék szituációban. A múltkor az egyetemi hallgatókkal megpróbáltuk ezt így összeszedni, de most ti is egy pár másodpercben gondoljátok át, hogy egy nyitásfogadó játékosnak nagyjából hány döntést kell végrehajtania onnantól, hogy a nyitás elcsattan, odáig, hogy ő fogad. 2, 3, 4, 5. Körülbelül 4-et, 5-öt. Igen. Tehát el kell döntenem először is, hogy az az enyém lesz, vagy nem az enyém lesz. Utána el kell döntenem azt, hogy bele kell, meg kell játszanom, vagy nem kell megjátszanom, mert lehet, hogy az enyém, de kimegy. Akkor döntés kell hoznom a tekintetben, hogy indulnom kell, nem kell indulnom, mikor kell indulnom. Majd döntés kell hoznom, hogy kosárra fogok hozzáérni, vagy alkarra. És aztán utána folytatódik tovább, mert a bejátszásom minősége után is döntést kell hoznom, hogy jó sikerült a nyitásfogadás, tehát akkor ide kell jönnöm. Nem sikerült jól a nyitásfogadás, tehát oda kell mennem. Tehát egy labdamenet alatt, illetve a két érintés között is rengeteg döntést kell végrehajtanom. Tehát erre is meg kell tanítani a gyereket. És döntés helyzetbe kell hozni a mérkőzés előtt, már az edzésen és az edzés szituációkban. Illetve a harmadik ilyen fontos dolog, amire kihegyezném ezt a mai előadást, az pedig a fókusz, illetve a fókusznak a fenntartása és az annak a váltása. Hiszen mindig dolgom van a röplabdapályán. Fogadtam egyet, nem mondhatom azt, hogy végeztem, a többit a többiek megoldják. Dolgom van. Vagy mennem kell támadni, vagy mennem kell biztosítani. Ezt pontosan tudjátok. Erre jó eszköz szerintem a különböző kiegészítő feladatok, amiket majd megpróbálunk a lányokkal végrehajtani. És ez a fókusz azért is fontos, hiszen a mi sportágunk elég erőteljesen időkényszerben zajlik. Tehát itt nincs idő a gól örömre, mondaná egy ismert humorista, és itt nincs idő arra, hogy megfogjam a labdát, körülnézzek, neked adom föl, nem, neked adom föl. Itt dönteni kell, és gyorsan kell dönteni, tehát nagyon nem mindegy, hogy ezt milyen flottul tudja csinálni a gyerek, mennyi tapasztalata van, hogyan tudja a fókuszt fenntartani, és milyen gyorsan tudja végrehajtani ezeket a döntéseket. Ha ezeket készítjük, ha ezekkel foglalkozunk, akkor eredményesebb játékos lehet, mint hogyha csak olyan helyzetbe tesszük, amit szintén a Vazó említett, hogy nem nagyon kell gondolkodnia. Alkarérintés, kosárintés, megy párba. Sajnos, biztos vagyok benne, hogyha azt mondanánk bármelyik csapatnak, hogy nem jött el az edzőnéni, edzőbácsi, csináljátok azt, amit szoktatok, akkor mindenki tudja, hogy néz ki egy edzés. Ez nem jó. Tudom az okokat, hogy miért vagyunk néha erre rá kényszerülve, de higgyétek el, hogy ez nem fog előre vinni. Úgyhogy, már is belecsapunk a lecsóba, és 2-2, 3-3, 4-4 elleni játékokat fogok felsorolni, illetve bemutatni. Ezeket gondoljátok át, és a saját személyiségetekre, a saját csoportotokra fordítsátok le. Nyilván, ha ennyi gyerekem lenne, akkor két pályát használnék, de most itt a felvétel miatt, meg a továbbképzés miatt maradtunk az egy pályánál, úgyhogy meg fogom osztani a lányokat. Már teljesen véletlenszerű csoportalakítás január és június között születettek egyik csoport, év második felében születettek másik csoport, tökéletesen 50%-ba osztottuk el ezzel a gyerekeket, úgyhogy kérem szépen a januáriakat, vagy kinek mondtam, hogy egyes csoport? Akinek az egyest mondtam, azok jöjjenek. Villám gyorsan. Kérek szépen egy labdatartó kocsit, az fontos eleme lesz a mai edzésnek, mert abban vannak a labdák, amivel játszunk. 2-2 elleni játék lesz. Kérem, gyere, futi. Nagyon jó. Fele társaság ide, erre a térfélre, a másik fele a másik térfélre. Menjen. Itt is elosszuk, páros nap, páratlan nap, vagy meg tudjuk oldani? Halkan, hogy azt mondtam, hogy nagyon csöndben, mert röplabda meccs van, vagy edzés. Bátran beszéljünk, oké? Okay?
kettő embert kérek a pályára, oda is kettő embert kérek a pályára. A kimaradók hátra mennek. Jó, ez is egy ilyen... Tehát itt próbálok majd olyan módszereket mutatni a cserékre, hogy hogyan érdemes forgatni a társaságot. Jó, itt miután megvannak a párok, jöhet ide következő két ember, következő két ember. Ott, ahol nincs, nem vagyunk párosával, ott két oszlop van hátul, egymás mögé álljatok. Egyikőtök ide, a másik kettő egymás mögé. Gyere előré. Úgy, gyere. Te pedig mögötte. Tehát magyarul mindig mással leszel párba, mindig beállsz egy oszlopba, és mindig mással leszel párba, aki éppen ott elő van. Ugye manók, hogy kezdődik a dolog? Elkapás, feldobás, átdobás. Hiszen nem nagyon tudunk még érinteni, de azért már azon a szinten vagyunk, hogy azért jártasság szinten tudjuk az érintéseket. Végtelenül egyszerű első gyakorlat, elkapom, átpasszolom a társamnak, ő átdobja. Miután átdobta, a pályát kijelöltem ilyen korongokkal, miután átdobta, villámgyorsan pacsisztok egymással, és helyet is cseréltek. Ami viszont nagyon fontos, hogy ezt a labdát időközben felmelegítettem. Ez nagyon forró ez a labda. És ha sokáig a kezemben van, akkor megéget. Nézd meg, milyen forró. Dob vissza, hát nagyon forró. Jó? Tehát azonnal, ilyen sokáig nem szabad fogni. Megfogtam, passzolom, átdobom, megpróbálom az ellenfélnek úgy dobni, hogy ne tudja elkapni. Aztán pacsi és helycsere. De villámgyorsan. Oké? Figyelj! Hopp. És ó, az megégette a kezed, az is megégette. És gyorsabban, és meg gyerünk. Ki mondta, hogy le kell menni a pályáról? Így van, dobom, végtelenül egyszerű. Figyelj, és már megy a másik. Az sokkal forró. És már dobom. Egyszerű. Így van. Na, mi történik? Mindegy, csak dobjuk azt a labdát. Igen, a szabályok értelmezése nem mindig sikerül. Jó, oké, megállunk. Sokan vagyunk, ennek sose lesz vége, ha már ügyesek vagyunk, nyilván akkor szintet lépünk. Azt szeretném kérni, hogy miután átdobtuk a labdát, azonnal futsz hátra, jön a következő páros. Viszont a következő páros itt van hátul, és ők csak akkor léphetnek be a pályára, amikor elkapta az első. Megvan? Figyelj! Most még ti vagytok. És a hátsó páros most lép be. Így van, dobott. Erről van szó. Mentek le, most már nem a pacsis időszak van. Most léphet be a pályára. Kettő passz van. Átdob és visszadob. Jó, ácsi, ugyanez a rendszer. Hasonfekvésben van a beérkező páros. Hasonfekvésben. Onnan indul majd. Nyugodtan már lefeküdhetsz most, mert legalább kifújod magad. És mehet. Dobom, és megy át. Azaz. Igen. De az lenne a lényeg, hogy túljárj az ellenfél eszén, és úgy dobd a labdát, hogy ő ne tudja elkapni. Nagyon jó. Ácsi. És hogyha ezt ilyen sokáig hallgatod az edzésen, mint amilyen sokáig, vagy tűröd, mint ahogy én is most tűrtem már itt 3-4 percig, az se jó. Mert mit mondtam, mit kiabálunk hangosan? Én. Tehát ez is egy fontos. Az első döntés, amikor jön a labda. Enyém vagy nem az enyém? Aki kitalálta előbb, hogy kié lesz, az mondja, hogy én. Próbáljuk úgy dobni, hogy ne tudja elkapni. Ácsi? Nyilván most nagy lépésekkel fogunk haladni, vagy próbálunk. Első elkap, dobod, másodikat kosárral át kell tenni. Hátulról ugyanúgy hasonfekvés. Figyelj, és dobod. Egy kicsit fel kell gyorsulni, gyere be a pályára. Amikor érint kosárra, vagy amikor elkapta, akkor már te jöhetsz. Elkap, és folytatod, nem baj. Figyelj! Oké, és már is felteszem a kérdést, bevonva őket a folyamatban. Folyamatba. Hogy érdemes dobni a labdát a társadnak, hogy ő kosárral át tudja tenni?
Magasan, szuper, és hova? Igen, a társam elé és a háló, társam és a háló közé. Oké? Okay? Tehát jöjjenek rá, hogy mi a feladat. És? Figyelj, mozog a lábad, mert el kell kapni. Szóltál, hogy én hangosan, csak nem hallotta senki más. És folytatod? Igen. Nem baj, és menjen át, gyorsan, földobod magadnak, és már megy át. Igen, folytassuk. Jó. Oké, ott hátul már fölállhatunk egy picit. És akkor gyakorlatilag itt a manó játékhoz már meg is lehet érkezni, mert elkapja az első játékosunk a labdát, a másiktól most már megköveteljük, hogy fusson be a hálóhoz, dobom neki, kosárral átpasszolja, kosárral átpasszolja. Oké? Minden ugyanaz. Figyelj! De ugyanúgy csak... És mehet, gyerünk, gyerünk! És kosárra teszed át. Mozog, kiabálja, hogy én nem baj, és folytatod. Bejárt, bedobod neki a labdát, és kosárral megy át. Dobás, elkapás, nagyon fontos lépcsőfok, hogy erre helyezzünk hangsúlyt. Szuper, kapjuk el az elsőt, kapd el az elsőt, kapd el. Azaz, és, aha, figyelj oda, gyere. Igen. Jó. Kettő ember marad bent a pályán most. Nyilván, ha sok pályát tudunk csinálni, akkor ez praktikusabb. Nincsen csere, csak labdamenet után. Elkap, kosár, kosár. Miután ez megtörtént, az elkapó, az először elkapó játékos, miután ugye támadott, villám gyorsan át kell, hogy bújjon a feladó játékos terpesze alatt. Erre nem sok időd van. Próbáld segíteni a társad munkáját a helyezkedéssel. És beszéljünk, figyelj! Igen, kosár érintést használunk, és elkapja, és gyerünk! Nincs csere, és... Uh-huh. Jó, oké. Okay. Ugye a tapasztalat, nem láttak még ilyet. Megvan? Nincs csere. Most van csere. Lementek. Jön a következő páros. És figyelj, gyerünk. Elkap, kiabálja, fölteszi. Elkapjuk az elsőt. Aha. Jó, állj meg egy picit. Mi a dolgom? Feladtam, ez a dolgom. Támadtam, ez a dolgom. Bármit kitalálhatunk. Betettünk karikát, bújjon át rajta, nyomjon meg egy csengőt, menjen simogassa meg a kutyát, tök mindegy. Valami feladat legyen, hogy nem ér véget itt ezzel. Nem ér véget. Mindig van egy plusz feladatod. Na próbáljuk ezt meg még egyszer? Következő páros. Tehát, mi a dolga a feladónak feladás után? Átbújok, terpesz. Na, melyik? A feladó alatt bújik át a támadó játékos. Figyelj, és? Tehát már most tudod, mi lesz a dolgod? És gyerünk, siess, mert hogyha gyors vagy, nincs csere! Időkényszer, gyorsan csináld, hogy a társadnak ne legyen olyan sok ideje. Igen, jövök, elkapom, aha. Na még egyszer, következő páros, egy jó kis labdamenetet lássunk ebből. Nem ez lesz az. És helyet cserélsz, természetesen. Ez a társaság lecsüsül, az följön. Gyerünk! Gyorsan! Fele itt, fele ott! Halló!
Nyilván figyeltél, mert a mérkőzésen is figyelned kell, amikor lent ülsz a cserepadon. Megvan. Na gyerünk. Kiestél. Leülhet. Következő csapat. Na nézzük. Elkap, dob, fölad. És kibújjuk át ki alatt. Aha. És helycserével jössz vissza, mert már ott jön a labda. Nem hallom, hogy kié. Jó. Hogyan tudom segíteni a társam munkáját, illetve a saját csapatom munkáját, hogy minél előbb végezzek a feladattal? Tehát áttettem a labdát, és minél gyorsabban kellene végeznünk a feladattal, ki és hogyan tudja ezt segíteni? Közel megy az, aki a feladó volt, hogy neki ne kelljen sokat mennie. Igen. Csak ez fontos, ezt kérdezzük meg, vonjuk be őket, hogy ne mondja el soha minden szabályt, minden praktikát, hanem hagyd, hogy rájöjjön. Nagyon ügyesek vagytok, tovább lépünk 3-3 elleni szituációra. Egyelőre marad a... Nem, egy picit. Ott légy szíves, 2 lábfejjel vigyük hátra a pöttyöket. Itt is, egy vonalba, itt nagyjából. Igen, fontos, hogy pontosan kimérjük. Na nézzük. Három-három ellen én azt mondom először, hogy egy vonalba kezdjük a dolgot, próbáljuk elosztani egyelően a távolságot, szintén elkapással kezdjük a játékot, viszont aki elkapta a labdát, most az egy hideg labda, szerencséd van, mind a két másik játékosnak a labdás elé kell futnia a háló közelébe, és fordulni a labdás felé. Így. Ez a feladatod. Ha nem te kapod el, futsz előre. Ha te kapod el, elkapod. Döntés. Enyém, vagy nem az enyém. Ezután te bárkinek dobhatod, akinek dobod, ő föladja a másiknak. Mi van, hogyha, gyere vissza, ha te kapod el, akkor is mind a kettő fölfut. Bármelyiknek dobhatod, ő pedig föladja a másiknak kosárérintéssel, te pedig magas ívbe kosárérintéssel átteszed. Az elején kérem azt, hogy ne szúrjuk a labdát, hanem kosárral pontosan menjen át. Oké, figyelj! Ha átment a labda, azonnal csere. Oké? És mindig máshova jössz vissza. Na nézzük. Megvan, mi az első dolog? Elkapott, szuper. És már befut, és dobja, ez a labda is forró. És már passzol. Hangosan! Igen. Nagyon jó. És már megy hátra. Igen, befut. Nagyon jó. Ott fuss be csak a saját helyeden, ahol épp vagy. És már ott van, nem menj hátra, nem lépegetek a labdával, gyorsan dobom. És már dobod, lassú, nagyon lassú. Szétégett a kezed. És, dobom. Elkap, egy mozdulattal, dobom. Lemaradtál, gyorsabb legyél. Így van. El kell döntenie, hogy az övé, vagy a nem az övé. Ha nem az övé, akkor mit kell csinálnia? Illetve utána... Ki az, akinek föl kell adnia? Ó, nagyon jó. Ez egész szuper. A lentiek is figyelnek, ugye? Mert mindjárt hirtelen csere lesz, és nektek kell folytatni. Azaz. És már dobod. Nem. Így van. És megy át. Nagyon jó. Lehet mondani, hogy ez röplabda idegen, mert hogy miért kell kettőnek följönni. Na de...
szerintem lépjünk ki a kockából, és itt egy egész más szemszög miatt kell a másiknak oda menni. És! Nagyon jó. Igen, és már földobott. Azaz. Szuper. Jó. Ácsi. Kérem a labdát. Bejön a középső játékos. Szuper. Az első labda, ami jön, az pattan, mielőtt hozzáérünk, és az első érintés, az egy röplabdás érintés. Alkar vagy kosár. A második viszont egy elkapás. És azt az elkapást kell feladásszerűen dobni a harmadik embernek, és ő teszi át. Nyilván, ha nem vagyunk ennyien, hogy folyamatos csere legyen, akkor is mindig javaslom a folyamatos forgást. Tehát ne az legyen, hogy egy állás van, és akkor ott, amint átment a labda, labdamenet közben forgás. Mert már egy új helyen vagyok, már más a látószög, más a feladat, más a pozíció. Figyelj! És beszélek, az nem marad el. Tehát mindig, amit az eddig elmondtam, az megmarad. Figyelj! És elkap, és már dobod a harmadiknak. Így van. Azaz. Aha, döntsük el. És már dobja a harmadik. Így van. Megy érte. Nagyon jó. Elkapja. Ügyes vagy. Azaz, a másodikat kapjuk el. Másodikat kapjuk el. És dobom föl. Azaz. Jó. Most már a magas ívű labdát váltsuk keményebb labdára. Próbáljuk az ellenfél helyzetét megnehezíteni. Így van. Szúrd meg neki azt a labdát, vagy tedd oldalra, és már jön a harmadik. Bravo! Jó. Ácsi, csere. Másik társaság. Villám gyorsan. Gyere! Gyorsan, állj vissza. Fekete pulcsis lány cserél a középsővel. Úgy. Kis hatos cserél a hátsó középsővel. Szuper. Kérek szépen még egy lányt, mert pont annyian jöttünk edzésre. A legkisebbet, téged kérlek. Gyere! Úgy. Oda hátra. Jó, tehát most itt megvannak a hármasok. Jó. Az első érintés előtt ugyanúgy pattan a labda, de csak egykezes alkarral érhetsz hozzá. Gondold át, hogy ebből mi lesz, és hogyan tudod segíteni a csapatot, hogy nehogy leessen a labda. Minden más ugyanaz. Figyelj! És elkap, és dob. Oké. Okay. Lepattan előbb, csere. Adjuk meg a szabadságot, a másodikat el lehet kapni, de föl is lehet egyből adni. És figyelj, op! Na tehát, még egyszer, fókusz, fenntartás, edzés, 60. perce, és már nem figyelünk. Tehát, pattan, egykezes alkar. Megvan? Oké. Okay. De egyébként miért váltottunk ilyen felállásba? Jöjjön be ide a középső. Gyere be. Te is gyere be. És gyerünk. Így van. Azaz. És gyere érte. Segíts neki. Azaz. Pattan. Te tuti röplabdázol valahol. És gyerünk, és elkapom, és már dobom föl. És cserélek, folyamatos cserélek. Elkapom, és dobom föl. Igen,
Most a pihenősornak egy picit hátrébb kell mennie, mert ilyen labdák is lehetnek. Megyek érte, egy kéz. Aha, állj meg, állj meg. Mivel segíthetted volna a dolgát? Na mivel? Nem tudod. Hát mit csináltál? Lemaradtál. Tehát ha már látom azt, hogy felé megy a labda, én is elindulok erre, mert egy kézzel nem biztos, hogy ugyanakkor át tud passzolni, mint két kézzel. Figyelj! Ügyes, bravo! Gyere vissza! Kattintsuk át! Nem röplabda most először, hanem tenisz. Pattannia kell. Azaz, nem baj, gyere! Ügyes vagy, gyere vissza! Figyelj! Mit kell csinálni egy picit? Mész fel hátra, azaz, és elkapta a csapattársat, segített neked, megoldotta a csapat, bravo! Így van. És? Nagyon jó. Hát, ez jó kérdés. A kérdés az volt, hogy most miért kaptam el. Jó. Tehát egy picit, hogy az eddigieket egy kicsit úgy összefoglaljam. Bátran merjünk ilyen játékokhoz nyúlni. Most ugye mi történik? Egy játékot kialakítottunk a gyerekben, egy idő után felveszi ezt a fonalat, és egész jól fog menni. Nyilván nem ez a mérkőzés játék, ahogy a súlylökést se így kell végrehajtani, aztán a sportoló ezüstérmes lett a nem tudom milyen német bajnokságban. Tehát attól, hogy nekem lepattan a röplabda az edzésen, és abból folytatom, az nem egy problémás dolog. Ráadásul a következő előadás az pont erről fog szólni, hogy az asztalon pattannia kell annak a labdának, ráadásul össze-vissza fog pattanni bizonyos határok között, kiváló fejlesztő hatása van. Jó? Megvan? Na figyelj! 4-4 ellen megyünk tovább, úgyhogy megint vigyük hátra 2 lábfejjel, és vigyük hát, 1 lábfejjel kijebb. De jó lenne, hogyha, igen, valakihez igazodnánk, tudom, hogy más a lábfej méret. Kicsit. 4 embert kérek a pályára. Mégpedig a mondhatjuk klasszikus felállásban, 1 ember középen, 2 itt. Egy ott a szélén. Nagyon jó. Jó. Azt kérem most, hogy a támadást akarom egy kicsit gyengíteni, hogy a védekezést egy kicsit erősítsem. Ezért az első 2 érintést azt rendes röplabdáson kell megjátszani. Persze itt is lehet az előző lépéseket, pattanás, elkapás, 2 pattanás, stb. Stb. Azért láttátok, hogy itt a ti U15, igen, U15-ösöknél is azért a manó játékkal meggyűlt a bajuk. De nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy én U21-esekkel is játszottam ezt, és az elején azt se tudták, hogy merre van az előre. És egy 30 perces edzés alatt úgy megizzadtak, mint még lehet, hogy előtte soha. Szóval nyugodtan elő lehet venni ezeket a játékokat idősebb korban is. Most azt szeretném látni, hogy érintés-érintés, elkapás és alsóval lehet csak átdobni. Ezáltal egy kicsit a védekezést segítem, hogyha arra akarom helyezni a hangsúlyt, hogy a védekezést fejlesszem. Jó? Tehát alsóval szabad csak átdobni, megy a játék, és a következőt kérem, hogy gyere ide, egymás mögé álljatok be, ott is hátul egymás mögé álljunk be, folyamatos forgás, te fogsz leforogni, ha átment a labda, te pedig belépsz hátsó középső helyre, innen megindul a forgás rendesen, tehát te mész arra, és mész körbe. Oké? Átment a labda, forog, minden esetben. Megvan? Figyelj, mi lesz az elsővel? Pattanhat? Nem tudom, én nem figyeltem. Majd megnézem, hogy mit csinálnak a többiek. Nem pattanhat. És, gyerünk! Egy röplabdás, 2, elkap, és alsóval dobja. És gyerünk érte! És beszél most is, hogy
és alsóval dobják. Így van, de alsóval is lehet ám úgy dobni, hogy az ellenfélnek nehéz dolga legyen. Azaz. Igen, és dobd át. Azaz. Így van, és gyere érte. Azaz. Forog, folyamatosan forog. Jó, állj meg. Semmi gond. Megyünk tovább. Kérem. Ehhez egy taktikai feladatot is hozzá tudok tenni, nyilván akár magasabb szinten, de alacsonyabb szinten is. Akár melyik oldalra megy a feladás, tehát ide jött, ne, fogd meg, bocs, nem mondtam. Fogd meg. Ha azt látod, hogy ő kapta a harmadik labdát, akkor azt kérem, hogy te legyél vele szembe, gyere ide. Úgy, te, csúsz ide hátra a sarokba. Úgy, te, csúszod el, nem te. Te, bocsánat. Igen, ő te, oda, te pedig ide. És innen kell indulnod elkapni a labdát. Állj vissza eredeti helyzetbe. Dobd át oda a labdát. Mi történik, ha nála a labda? Azaz, igen, de nézd meg, ott a labda. Másik irányba forgok. Állj vissza eredeti helyzetbe. Dobd át ide. És te. És itt van egy kis idő, mert ő megfogja, de amíg ő fogja, neked ide kell érni. Gyere vissza. Úgy, kérem. Na, próbáljuk ki. Figyelj, a többi ugyanaz. És? Alka. Na, még egyszer. Figyelj, és? Alkar, föladás, elkap. Hopp, ott a túloldal forgott. Így van. Elkap. De nem kapod el, igazad van. Ki van elő? Jó, ha azt látom, hogy ez erős, akkor nyilván visszalépek. Kérek szépen egy cserét. Másik társaság, jöjjön. Első. Ó, itt nagyon kevesen vagyunk, ide kérek még. Gyere, négy a négybe, állj be. Gyere át. Pulcsislány, egyes pulcsislány, oda hátra, úgy. Első érintés előtt pattan a labda, és utána kijátszom a három érintést. Bármikor dönthetsz úgy, hogy elkapod, kivéve az első érintésnél. Tehát elkaphatod a másodikat, és akár elkaphatod a harmadikat is. A lényeg, hogy most ne essen le a labda. Viszont, figyelj, viszont a játékos, aki átteszi a labdát, ő most egy mágnes, és mindenki másnak az ő 2 méteres körzetébe kell lenni akkor, amikor átteszi a labdát. Tehát jön innen a bejátszás, jön innen a föladás, én teszem át. Gyere. Amikor én átteszem, ti itt vagytok. Ezután forgással visszamész a helyedre, ott jön be a hatos, te mész be, mész le. Tiszta? Jó, annyit módosítunk, hogy csak a feladást lehet elkapni, mert túl sok lesz az info. Oké? Pattan, érint vagy elkap, érint. Két kéz. Nézd meg, figyelj. És pattan, fölad, és hol vagy? Pattan, nem baj, folytasd. Pattan, és forgás kéne, és le is menni a pályáról, és már ott vagy. Pattan. Hol voltál? Jó, állj meg. Tehát, kérem. Nem választhatsz az elsőnél, hogy pattan vagy nem pattan. Engedd lepattanni. Van időd. De arra figyelj, hogy ott legyél a társadnál, amikor átteszi a labdát. Figyelj! Helyezkedj. Aha.
Nagyon jó, fontos, hogy ne szólaljatok meg, ahogy az elején mondtam, viccelek. Beszélj, szólj, hogy ennyi. Emlékszel még? Kiabáltunk, hogy én. Gyerünk, figyelj. És pattan, beszélek, föladom, akár mondhatom, hoppá, hol voltál? Nyaraltál, pattan. Pattan. És már nézem, hova kell menni, nem nyaralok, ott kellett volna menni. Gyerünk. És emelem. És nézem, hova megyek. Gyere! Figyelj! Ott legyél! Azaz! És! Hol vagyok? Hol vagyunk? Itt néztük onnan messziről, hogy ő itt áttette a labdát. Figyelj! Gyere! És! Igen! Első, második, és ott kellett volna lenni. Kezi csókolom, ő tett át, és már ott vagyok! Azaz! És első, második, itt kéne lenni, itt. Aki átteszi, annak a közelébe kell legyek. Igen! És már jönni kell onnan, meg neked menni oda. Nagyon jó, alakul. Na ezt hosszuk vissza. És? Megpróbáltad a lehetetlent, nem baj, jó volt. A rossz az volt, hogy csak nézted, hogy de jó labda, pedig menni kell. Jó? Függetlenül attól, hogy U11-es, U13-as, ez a játék jó valamire. Ti tudjátok, hogy mire. Ők nem baj, ha még most nem tudják, de már valószínűleg tudják, mikor van ilyen a játékban. Hát amikor... Ütésbiztosítás, igen, ütésfedezés. Nem baj, ha ő nem tudja, nem kell belemennünk nekünk, hogy majd, hogyha nagy leszel kislányom, akkor... Nem, csak csináljunk egy ilyen játékot, és ez szuper. Na azt mondja, hogy most kérek szépen, marad ez a társaság, ugyanúgy forgó rendszerbe megyünk, viszont ez a játék, amit most fogunk játszani, ez fogyasztós. Igen, nem így fogunk lefogyni, hanem amelyik csapat netán hibázik, vagy amelyik játékos netán ront, ő kikerül a körből, lejön. Maradtok hárman. Ha megint netán hibáztok, ketten maradtok. Ha netán megint, akkor már csak egy valaki. Viszont, ha közben nyertek egy labdamenetet, egy valaki visszajöhet, de onnan meg lemegy egy valaki. Az a csapat nyer, aki elfogyasztja az ellenfelét. A végén, ha már egyedül vagy, akkor magadnak kell földobni a labdát. Ugyanis most elkapod a labdát, földobod valakinek, ő meg átteszi. Oké? Elkap, földob, áttesz. Nézzük meg ezt a szisztémát. Viszont ha áttettük, azonnal forgás. Megvan? Megvan? Nagyjából. Figyelj! És elkap, dobod valakinek, és áttesz. Gyerünk. És forog! Ha? Azt nem mondtam, hogy kikaphatja el. Bárki. Te most egy picit ide jössz pihenni. Úgy, és akkor állhatsz vissza majd oda, de nem egy messzire, akkor állhatsz majd oda vissza a sor végére, most már csak hárman vagytok, és gyerünk, dobom neki, átteszem, azaz, és dobom valakinek, és már forog. Így van, itt is forogni kellene, arról a széléről lemegy, egy valaki bejön. Gyere, miért csak ketten vagyunk benne három helyet? Itt most el kell kapni a labdát, ketten maradtatok, ketten kell megoldani. Gyere, de folyamatos forgás lesz, és ott is forgunk folyamatosan, ugye? Gyerünk, elkap, dobom neki, forró a labda, azaz. Elkap, dobom, és már forog. Itt forog, igen, dobod, de utána forogtok, ott egyik le, másik jön be. Azaz. Gyere érte, és már dobod. Gyerünk, járjunk már túl kettejük eszén. Négyen vagyunk kettő ellen. Azaz. Igen. És.
Nagyon szép. Folyamatos mozgás, folyamatos... Oj, hát akkor egyedül maradtál, de áttetted, jönnek a többiek. Gyere. Egyedül kell megoldani. Szép. És magadnak földobod, azaz. Igen, egyedül, azaz. Így van. Jó, és akkor mondjuk 2-3 perc után azt mondom, hogy 1-0 oda, mert őket azért nem akarom itt jegelni, tehát azért a kiesős játékokat amennyire tudjuk kerüljük, de ez egy olyan típusú játék, ami szerintem egész jól szokott működni. 2 perc után azt mondom, hogy csere. Na jöjjön vissza egy utolsóra a másik társaság. Négy-négy a pályán, egyenlően legyünk, itt 5-en vagyunk, ott 2-4-6-an, nem baj, 5-6. Oké. Szuper. Háló alatti játék. Na ez aztán minden tekintetben röplabda idegen, viszont nagyon jót lehet ezzel játszani. Amikor már azért olyan szinten vagyunk, hogy esetleg az ütő mozdulat már a gyerekek kezébe van, akkor ezt el lehet kezdeni, de annélkül is, mert egykezes kosárral is lehet pattintani a labdát. Háló alatt kell pattintanod a labdát az ellenfélnek, és utána 3 érintést kiátsz 6. Nem kötelező a 3, de 2 igen. Miután áttetted a labdát, ugyanúgy forogsz. Ha a labda hozzáér a hálóhoz a pattanás után itt alul, az hiba. Oké? Kérdés? Igen, lehet rendesen pörgetni, de azt kérem, hogy ne ez legyen. Jó? Hanem ilyen óvatos, kontrollált pörgetés, de lehet. A pattanás a pályán belül kell, hogy történjen. Az, hogy a második hova megy, az már mindegy. Ha már átjött a labda, az a te térfeleden van. Megvan? Na figyelj, kezdődik. Az nagyon jó volt, kérem vissza. Kérem. Érintés, folyamatos érintésekkel megyünk. Oké? Mindegyik érintés, mindegyik. És? Gyere. 1, 2. Azaz. Így van. És? Figyelj, megy. Pattan, és játsz meg. És tedd át. Az nagyon jó, ott lepattan másodszor, övéké a pont. De átment a labda, azonnal forgok, elaludtál. Hát elaludtál, igen. Figyelj! Igen, 1, 2, teszem át. Azaz. És segíts neki. Át kell tenni. Az nem sikerült, nem baj, forogsz egyet. Hopp! Az nem jó, és itt van. 1, nem baj, figyelj, ott van. Forog, mindig más van a pályán. Alatta kell. Köszönöm. Alatta menjen át, mozog. Az a helyzet, hogy ez az ő pontjuk volt, mert leblokkolta és visszament. És akkor ilyenkor bevonom a gyereket a játékba, hogy hol érdemes helyezkedni ahhoz, hogy eredményes legyél? Érdemes itt lenni, vagy érdemes elmenni oda hátra, hogy egy kicsit ő is kezdjen el gondolkodni. Na figyelj, még egy menet. Az már sajnos hozzáért a hálóhoz. Utána majd forog. Jaj, bocs! Figyelj, játsz meg, és utána forog. Azaz. Csak ez a folyamatos hangoskodás ne lenne, hogy én, azt se tudom, hova nézzek. Gyerünk, beszélj! És helyezkedek érte. Azaz. Figyelj, még egy. Természetesen itt is mondhatjuk azt, hogy az elsőt el lehet kapni, vagy a másodikat,
attól függően, hogy hányan vagyunk. Jó. Egy utolsó cserét kérek. Utolsó 3 perc. Ott most arra kérem a pihenő lányokat, hogy egész közel menjetek a falhoz. Oda, falig, 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 falig. Lányok, falig. Jó, 1, 2, 3, mennyien vagytok? 2, 4, 6. Mindenki a pályán, 6-an a pályán. Oda meg vagyunk 6-an? 2, 4, 6. Mindenki a pályán. Klasszikus, nagypályás felállás, mondjuk azt. Nem, a nagypálya most hagyjad ott nyugodtan, nem zavar az senkit, nem botlasz meg benne, mert 2 milliméteres. Figyelj! Rendes játék, most kéne egy lapozó, hogy tudjam kontrollálni az eredményt. Én ezt végtelen röplabdának hívom ezt a játékot. Amikor nincs vége a labdamenetnek azzal, ha lepattan a labda. Viszont az egy pont az ellenfélnek. De ha egy pattanás után én tudom folytatni és rendesen megjátszom, akkor csak egy pontot szerzett az ellenfél. Oké? Tehát nincs vége a lepattanással. Ugyanúgy forgás. Azt kérem, hogy nagyon óvatos pörgetéseket lehet használni. Jó? Figyú? Gyere, te meg menj át oda. Aha. Jó, nagyon óvatos pörgetéseket lehet használni, és én meg próbálom számolni majd az eredményt. Nem pattan, normál röplabda játék, de ha lepattan, nem probléma, folytatni kell. Tehát véletlenül beleütötted a hálóba, nem baj, valaki átteszi. És azt folytatom. Na nézzük. Figyelj. És játék. Beszéljünk már. Így van. És forogtál ugye a túloldalon? 1, 2, 2-0 oda. Így van. És folyamatos forgás. Gyerünk, azért járjunk túl az eszén. Továbbra is 2-0. Há, 2-1, 2-2. Nincs vége. Kérem. Ez a csapat megnyerte az első szettet. Mert elkaptad a labdát. És? 0-0. Gyere. Így van. És már forogsz. Azaz. És folyamatos forgás. Úgy, ha átjött a háló alatt, ez a csapat szerzi a pontot. 1-0. Figyelj. Várok egy szituációt, és akkor utána mehetünk is tovább. 1-2. Ne fogd meg! Nincs vége. Pont ez a lényeg. Gyere. Hát, ha rájövünk mindjárt. És forog. Azaz. Igen, igen, gyerünk, gyerünk, járjunk túl az eszén. Lehet picit keményebben is. Azaz. Nagyon szép. 1. Igen, 1-1. Így van, így van. Ne álljunk meg. És, folytasd. Nagyon jó. Igen, csak a háló alatt ne menjen át. Az a legnagyobb baj. És megy tovább. És forog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne fogd meg, hanem üsd, igen. 8-1 ide, azaz, gyere, 1, 2, 3, így van, és folytatom, nagyon jó. Csak elkapás nélkül, ne kapd el, ne fogd meg. 8-3, valahova. És, folytasd, nincs baj. Megyek tovább. Ez az. 1, 2, 3, ne fogd meg, üsd. Igen, és már jövök vissza. Nagyon jó. Igen. Azaz, gyere, hadd föl, jár túl az eszén. Rá lehet kapcsolni. 1, 2, 3, na.
Jó! Jöjjön ide a másik csapat is. Gyorsan. Jó, tehát ez fontos, hogy nincs vége menni tovább. Na, akkor a tapsot még sose kaptatok, mint most fogtok. Oda nézzétek? Köszönjük szépen, na gyere ide! Kiabáljunk egy nagyot! Na mit kiabáljunk? Mit kiabáljunk? Utá? Nem, az most ez nem utá. Röpi! 2-3! Röpi! Szevasztok! 1 picit még csücsülj le, vagy mehetsz öltözni. Én csak 3 mondatban lezárnám ezt a majdnem pont 1 órás sessiont. Itt a végén még bejött egy plusz dolog ebbe a végtelen röpibe. A hibán való túllépés. Elrontottam? Nem baj. Megyek utána és javítom. Mert hányszor van az, hogy elrontotta, és onnantól ez van egész mérkőzésen. Sőt, nekem volt olyan játékosom bemelegítésnél, nem ütött 2 jól, pityeregve kezdte el az első játszmát. Hál' Istennek ma már röplabda edző, tanonc, úgyhogy talán sikerült ezen túllépni, igyekeztem segíteni neki, de nagyon fontos ez. És azért szeretem ezt a végtelen röpit, pláne kis terembe, dobozröpinek is hívhatjuk, hozzáér máshoz, nem hiba, menjen tovább, mert akkor egy kicsit rá szoktatom a gyereket arra, hogy folyamatosan kell gondolkodni, dolgozni, menni. Volt olyan, hogy 2 pályán tartottam edzést, elindítottam a labdát egyikre is, másikra is, próbáltam kontrollálni, és ilyen sima komplex gyakorlat, és leesett a labda, és én nem indítottam el, és fogta, és ott vártak, hogy mi történik. Ahelyett, hogy átdobta volna, vagy beleüti a hálóba, és akkor adja oda az edzőnek. Nem, folytatom, elindítom, legyen egy kis önállóság, kreativitás, mert ebben a korosztályban ez nagyon fontos. Remélem, egy kicsit tudtam adni, akkor nekem már megérte. Köszönöm szépen a figyelmet!